az új koronavírus vetette meg kis hazánkban lábát. Mivel pedig gyógymódját nem ismerte senki, lakat került az ajtókra, néhol meg piros cetli. 3 év kihagyás után újra megtartották a hagyományos szüreti felvonulási jolgárdon. Idén különleges műsorral készültek a szervezők, a falu jellegzetes körtáncát, a karikázót adták elő a népviseletbe öltözött asszonyok. Nagyon örülünk, mert rengetegen öltöztek be, ami nagy öröm mindenkinek, hogy még él a hagyomány a faluba, és ezt szeretnénk is fenntartani. Az eseményt rendszerint 2 évente rendezik meg a faluban. Meghívott csoportjaink is vannak, mint általában minden szüretin. Idén meghívtuk a Bogyiszlói Hagyományőrző Együttest, a Sárpilicsi Gerlice Madár Hagyományőrző Együttest, és a Német Kisebbségi Önkormányzat a Györkönyi Hagyományőrzőket hívta. Kétjen is hosszú évekre visszanyúló hagyomány a szüreti felvonulás. Gödrey Zoltán polgármester azt mondja, próbálnak minden korosztályt megszólítani. Ez a szüreti nap, ez a hagyományoknak megfelelően a legkisebbektől a legnagyobbig, legnagyobbakig érintett, és a műsor program is ugyanígy van összeállítva, tehát szerepelnek a picikék és a nagyobbak, aztán a legnagyobbak és még a legidősebbek is. A te fejed akkora, s a te fejed akkora, csillárom, hopp, 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 csillárom, hopp. Úgynevezett csúfolót éneket Krasznai Gábor, a Dombóvári József Attila általános iskola diákja. Az énekzene órákon ritmusok, mondókák, míg magyar órákon a hagyományok felelevenítésével készültek a szüreti felvonulásra. Az elmúlt 29 évben jó gyakorlat ez, hogy a gyerekek valamilyen módon felvonulnak, beöltöznek valamilyen tematika vagy valamilyen téma szerint. Ezt fogják majd látni a kedves nézők, és lesznek mindenféle hangszereknek, borosüvegnek, népi ruhába beöltözött csoportok. Igyekszünk minél tarkábbak, színesebbek és látványosabbak lenni. Idén is több mint 200 ember vonult Új-Dombóváron a szüreti forgatagban, ahol nem csak a helyiek képviseltették magukat. Több megyei mazsorett csoport és zenei formáció is érkezett az eseményre.